A három párt képviselői egyetértettek abban, hogy az otthonmaradás feltételeinek megteremtéséhez, a gazdaságfejlesztési tervek megvalósulásához óriási támogatást jelent a magyar kormány 50 milliárd forintos támogatása. Azok a törekvéseink, hogy az utóbbi egy évben a VMS részt vesz a községi hatalomban, és felismertük azt, hogy fel kell újítani elsősorban a testvérvárosi kapcsolatokat, és minden más téren új lehetőségeket, kapcsolatokat kell keresni, elsősorban ezt Magyarországon, illetve azon keresztül az Unióban látjuk, ugyanis reális befektetéseket szerintem csak onnan lehet lehozni. Kis Igor, a VMDP helyi szervezetének elnöke szerint bizakodásra ad okot az összefogásra vonatkozó pozitív visszajelzések száma és a közös program sikeres kialakítása. Hisz az a három pártnak egy ilyen szintézises programja, hisz egymás fontosnak tartott programpontjait magunkénak tudtuk fogadni, és egy szerves egészet tud alakítani. A korábbi tapasztalatok alapján a magyar lakosság 40%-a nem járul az urnák elé, és a magyar szavazók jelentős része nem magyar pártokat támogat. Belgrád és újvidéki székhelyű pártok a választások előtt mindig hangzatos, szép ígéreteket tesznek a vajdasági magyarok számára, viszont a választások után, amikor már begyűjtötték a vajdasági magyar polgárok szavazatait, nagyon keveset tesznek a kisebbségi érdekek megvalósítása terén. Szmieskó Zoltán hozzátette, a kisebbségi érdekeket csak kisebbségi pártok tudják érdemben képviselni.